Jól kezdték a meccset, az első komoly lehetőségükből meg is szerezték a vezetést, és úgy tűnt számomra a közvetítés során, nagyon masszívan védekezett a csapata. Hol volt a fordulópont? Az első fél időben ugye korán megszereztük a vezetést, stabilan védekeztünk, a másodikra pedig úgy érzem, hogy a gól ellenére, ami inkább nekünk tett jót, játékban kiegyenlítődött a mérkőzés, sőt, nálunk volt az első úgymond zicser a Pintér Norbi lábába, utána is 1-1-nél a mérkőzés talán úgy éreztük, a mi kezünkben van, mentünk előre a győzelemért. Sajnos a játékvezetővel nincs szerencség. Nekem úgy tűnt, és még némileg visszatérve a játékvezető ténykedésére, hogy a második kanizsai gól előtt reklamált nagyon helyesen a pad és a csapata is, mit szúrtak ki ott? Talán egy rosszul alkalmazott előnyszabályt, ugyanis úgy éreztük belülről, hogy rosszul jöttünk ki belőle, mert nem lehetett a játékot folytatni abba a szituációba. Ezt nehezményeztük, de úgy gondolom nem ez volt a döntő hiba, az a 11-es szituáció, amiből hasonlót kaptuk meg Kaposváron, illetve a végén a 93-ban olyan befolyásoló piros lap, ami majd a következő meccsekben lesz érezhető, ugyanis egy dulakodás végén ugye Bayern Milán is kapott egy piros lapot, így nekünk az biztos, hogy még fájni fog a kezdéskor. Érdekes volt számomra is, és én is úgy láttam, hogy hiába vezetett a csapat az első játék részben, a második félidőre jobban jött ki, jobb játékot nyújtott a Rákóczi. Ugyanakkor az is meglepő volt, nagyon sokáig várt a cserékkel. Ennek mi volt az oka? A pálya a talaja, illetve ahogy telt múlt az idő, úgy éreztem, hogy egyre jobb a csapat, sőt általában a Nagy Kanizsa tér felére tevődött át a játék, és kezdtük irányítani a mérkőzést, voltak veszélyes szituációk az ellenfélnek a védő harmadába, így nem volt indokolt a csere, főként mondom úgy, hogy a pálya a vége fele teljesen használhatatlan volt szinte, így nehéz volt azoknak a játékosoknak bejönni. Ezért nem vártam, viszont akik bejöttek, ugyanúgy hozzátették. A mérkőzés alakulása szerint is szoktuk meghúzni a cseréket. Ha az első játékrészt nézzük, még nem mosolyognánk ennyire, mint amennyire most tesszük. Nem indult jól ez a meccs, sem mondhatjuk. Nem indult jól. Nagy volt a hivatkozás az öltözőben, nem indult jól, de úgy gondolom, hogy az első fél időben is többet birtokoltuk a labdát, illetve próbáltunk játszani. A kapu előtt voltunk gyengébbek, illetve volt egy védekezési hibánk. Nagyon nem is emlékszem, hogy gólhelyzete lett volna az ellenfélnek, de sajnos kaptunk egy gólt már a mérkőzés elején. Fél időben változtatni kellett. Két csere jött be, két támadót behoztam, úgyhogy ezzel kicsit megváltozott a támadójátékunk, és ezzel nem bántva, aki a pályán volt, tehát akik lejöttek cserék, hanem most ez egy ilyen nap volt, úgyhogy a cserejátékosok, minden cserejátékos nagyon jó szállt be a játékba, tudtak a mérkőzéshez rakni, hozzárakni, úgyhogy nagyon örülök ennek a három pontnak. 51-52. Perc körül rúgtuk az egyenlítő gólt, egy nagyon szép akció révén, úgyhogy a két cserejátékos, tehát a Norbi adta a gólpaszt, és a Lőrinc Bence nagyon szépen átemelte a kapuson. És volt egy lélektana ennek a fordulatnak, ami ilyenkor az ember azt gondolja, hogy ugye kiegyenlítünk, és megyünk tovább a győzelem felé, de aztán fordítva sült el, mert ekkor felén kerekedett az ellenfél, és ők veszélyeztették a kapunkat. De kijöttünk belőle, szerintem egy ilyen negyed órás nyomás volt rajtunk, negyed óra, 20 perc, de kijöttünk belőle, közben voltak ismét cserék, és végül is ilyen 80. perc körül a Kondor Kristóf egy átlövésből szerzett egy szép gólt, és a végén a hosszabbításba pedig a szintén csereként beálló Gyuri emelte át a kapuson a Kovács Gyuri, úgyhogy teljesen megérdemelten győztünk. Tudtuk azt, hogy egy nagyon nehéz mérkőzés lesz, hiszen a szombati vagy a pénteki interjúban már elmondtam, hogy
hogy biztos, hogy irreális körülmények lesznek, hát végigesett az eső, nagyon nagy sár volt, tehát utána mindig felszoktunk menni a pályára, ugye kicsit megbeszéljük két mondatba, hogy mi volt, de olyan helyet kerestem, próbáltam olyan helyet keresni, ahol nincs sár, de hát nem nagyon volt, úgyhogy egy kemény férfias munka volt, domináltak a fizikai paraméterek, és a motiváltság is, úgyhogy nagyon elégedett vagyok, hogy ezzel a teljesítménnyel így az ősz végére feltettük az Irea pontot. Dicsérted a cseréket, de kicsit még térjünk vissza rájuk, és tulajdonképpen így a te teljesítményedre is, hiszen azért az elég ritka, hogy 5 változtatásból 4-nek kulcs szerepe van gólban, gólokban, és így a fordításban is. Hát most az, hogy az én szerepem, nagyon örülök, hogy ha így mondod, akkor jól cseréltem, de itt igazán a játékosok. Tehát jó a keretünk, és ha emlékszel, mindig azt mondtam, hogyha valaki esetleg, most például váratlan volt, hogy a Zsazsa, a Szabó Patrik megsérült egyik edzésen, így a hétvége felé, úgyhogy ott változtatnom kellett, felborított 2 posztot, tehát két helyen nyúltam bele, de mindig azt mondom, hogy aki lehetőséget kap, az erős a keretünk, és ezért élnie kell vele, és most maximálisan éltek ezzel a játékosaim. A vezetőedzővel, a kaposvári vezetőedzővel is interjúztunk, ő kiemelte a játékvezető ténykedését, és így neked is fel kell tennem ezt a kérdést. 2 kulcs momentum volt, amit ő megemlített, mind a 2 Domához, Varga Dominikhoz kötődik. Volt egy 11-es gyanús szituációval kapcsolatban, mint a második kanizsai gólnál egy előnyszabály alkalmazását nehezményezte még a tréner. Én ebben nem nagyon szeretnék, vagy ehhez nem nagyon szeretnék hozzászólni, annyi, hogy én úgy gondolom, hogy a játékvezető, tehát most ők ezt mondják, mi mást mondunk, úgyhogy szerintem következetes volt a játékvezető, tehát most senki nincs, aki hibátlanul levezeti, úgyhogy ezzel nem is szeretnék foglalkozni.